Újonnan megválasztott polgármester vagyok. 1997-ben fejeztük be az építkezés alsóvadászon, azóta lakunk itt. Én már korábban 4 cikluson keresztül voltam polgármester egy másik községben, és úgy gondoltam, hogy kellő gyakorlattal rendelkezem, és a lakosság invitálására jelöltettem magam, amit ugye sikerült megnyernem a választást, és azon leszek, hogy ezt a bizalmat megháláljam önök felé. Alsóvadász nevezetességei közé tartozik, elsősorban említeném az Árpád-kori templom egy részét, ami még Árpád-korból valót. Nagy tiszteletű asszonnyal beszélgettünk erről, és azt mondta, hogy talán a közeljövőben, a következő években lesz rá pályázati lehetőség, ami ugye nagyon ráférne, mert a templomnak a falai nagyon salétromosak, és azt kellene valamiféleképpen kezelni, mert már ember magasságban pereg le a vakolat róla. Van egy gyönyörű múzeum benne, ami az alsóvadászi embereknek a összehordott hagyatéka, tehát ebből próbáltak egy múzeumot kialakítani, amivel bölcsőtől kezdve a régi használati tárgyak mind-mind megtalálható. Amit ők az 1900-as évek után használtak, azt itt próbáltak összegyűjteni, és ez híven visszaadja ezt a korszakot. Az igaz, hogy most az őszi szünet van, nem sikerül bejutni az iskolába, de ez az iskola egy nagyon modern, gyönyörű iskola. Korábban az országban talán 3 vagy 4 ilyen volt. Egy tornateremben egybeépült, ami teljes felszereltségű. Ez a régebben a helyi fiatalságnak is helyt adott. Ilyen teremfocikat bonyolítottak le, különböző versenyeket, de most már ez ugye nem működik, mivel a klik kezelésébe került, és így eléggé zárt lett ez maga az intézmény. Mivel én is régi futballista voltam, 15 évig, közel 20 évig futballoztam inkább, sportvezetőként is 10-15 évet vezettem egy csapatot. Az alapoktól kezdve akkor még úgy hívták, hogy járási kettő. A járási kettőből egész feljutottunk a megye kettőbe. Hál' Istennek alsóvadászon most úgy áll a csapat, hogy első helyen fog telelni, reméljük, és az a cél, hogy jövőre megnyerje ezt a megyei 3-as bajnokságot, és a megye 2-be szerepeljen, úgy, ahogy az előzőekben volt, mert itt nagyon nagy hagyománya van futballnak. Itt volt olyan alkalom, hogy 4-500 néző összegyűlt, 100-150 autó állt a pályaszélén, tehát szeretnénk, ha valami hasonló működne a későbbiekben, de ez az kell, hogy nívósabb csapatok látogassanak alsóvadászra. Természetesen az önkormányzat mindenféle segítséget megfogadni ahhoz, hogy az itteni helybeli fiatalok sportolását biztosítja. Jobban szerettem volna, ha egy héttel előtte, héttel előbb vannak a választások, mert ugye majdnem belenyúlt a hónap közepébe, és még az alakulülések meg nincsenek, addig végülis az ember nincs felruházva azzal a hatalommal, amivel kellene. De viszont az ünnepek jönnek pontosan most a Minden Szentek, illetve a Halottak napja, ami nekem mindig a veszőparipám volt, hogy nekem egy kedvenc tanárom azt mondta, hogy ha ő eljön egy faluba, községbe, első dolga, kimegy a temetőbe, és onnan ő leméri az ottani munkát, a falu vezetését, és hogy az hogy dolgozik. Tehát én, nekem ez volt a célom, hogy a temetőt tegyük először rendbe. Ha a temetőt rendbe tettük, utána a falu főutcáját, minimum a falu főutcáját, úgy gondolom, hogy talán holnapra végére érünk, és ha utána jön a falunak a többi utcája, mellékutcák, hogy az úgy nézzen ki, ahogy egy normális falunak kell kinézni, vagy utcának. Én úgy gondolom, a temetőt körbe kellene keríteni minél hamarabb, valamint azokat a gödröket, amit kérdeztem, azt mondták, hogy megsüllyedt sírok, azokat kiegyenlíteni, és ott, ahol ilyen rendszertelenül megy a temetkezés, ott valami rendet tenni, és akkor szépen besorolni sorba legyenek a temetkezési helyek, nem pedig egymás egyén hátán, hanem illetve össze-visszaságba. Tehát reméljük, ez a jövőben sikerül rendezni. A legnagyobb probléma, amit említettem, a munkanélküliség. Hát ezen szeretnénk képviselőtársaimmal együtt segíteni. Ugye miniszterelnök úr azt mondta, hogy
a ciklus végére szeretné, ha minden ember, minden munkaképes ember dolgozna az országban. Mi is így vagyunk vele, és nagyon jó lenne, hogyha alsóvadászon is minden munkaképes embernek munkája lenne. Mivel a legnagyobb munkáltató ugye az önkormányzat, próbálunk megragadni minden lehetőséget, hogy mennél több embert tudjunk bevonni a START programba, illetve különböző munkahelyeket tudjunk pályázni, teremteni. Ez a gyümölcsös, én úgy gondolom, hogy fő nyeremény az itteni embereknek, habár van egy kis visszaütője, gondolok itt a sok vegyszerre, de remélem, hogy annak nem lesz kihatás az emberekre, mivel már vannak ilyen biovegyszerek. És ez a gyümölcsös ugye olyan 210-220 hektáron terül el, ez almából és megyből áll, ami közel átlagban 200 embernek ad munkát. Megkérdeztem a vezetését, és azt mondta, hogy amikor a megyet kell szedni, akkor közel 250 ember dolgozik az almásba, születkor 150 ember, és a meccésnél 70-100 ember vesz részt. Természetesen ezek ilyen szezonmunkák. A tulajdonossal beszélve őt eltervezte egy hűtőházat, amit én nagyon támogatok, és azért fogunk lobbizni, hogy ez a hűtőház minél hamarabb megépüljön, ami további munkahelyeket fog generálni a településen. Már nem bízom benne, hogy Pincesor itt még egyszer lesz, mert ezek már úgy le vannak lakva, hogy nagyon sok pénzbe kerülne egy új pincét kialakítani, és a fiatalok nem akarnak a szőlővel foglalkozni, az idősebb korosztály, hogy ki fog halni, ez a tradíció úgy gondolom meg fog szűnni. A községben elég nagy baj, hogy mivel például Aszalóra elmegyek, akkor látom, hogy milyen gyönyörű pincesor működik, és aminek itt is kellett volna működni, az itt nincs meg. Na most elég szomorú dolog az is, hogy pincékben laknak emberek. Ez a későbbiekben én úgy szeretném megoldani ezt a dolgot, hogy hallottam erről a szociális bérlakás pályázatról, tehát ennek az a neve, hogy Telep 2 program, és én ezt a pályázati lehetőséget minél hamarabb meg akarom ragadni, illetve belemélyedni. Én szeretném, ha 20-30 szociális bérlakás épülne az úgynevezett új telepen, ami azt a célt szolgálná, hogy akik a pincékben, illetve putrikban laknak, azok kerülnének ezekbe a házakba, és 21. századi körülmények között tudnának élni. Terveink között szerepel, hogy a tulajdonosokat fel fogjuk szólítani, hogy van, ahol összeomlott az épület, van, ahol 2 méteres gaz van, hogy tegye rendbe, amennyiben nem fogja rendbe tenni, akkor az ő költségén azt vagy el fogjuk bontani, vagy rendbe fogjuk tenni, és természetesen akkor megpróbáljuk a költségeket ilyen széljegyzetbe a tulajdonlapra felvezetetni a földhivatalon.